Átadták ma délután a hírös agórában az Élethinta Alapítványnak a téli varázslat jótékonysági előadás bevételét egy sajtótájékoztatóan. 150 ezer forintot ajánlottak fel a vendégek, melyet ma nyújtott át a szervezetnek az ötletgazda Bétót Katalin, a Széchenyi Városért Egyesület elnöke. Az adományt az Élethinta Közhasznó Alapítvány alapítója Snolszki Attila vette át. Köszöntőjében elmondta, idén ünneplik 5 éves fennállásukat. A felajánlott összeget pedig a jövő évi táborosztatásra fogják felhasználni. Az élethinta a közhasznú alapítvány munkatársai a súlyosan és halmozottan sérült fiatalok jelenéért és jövőjéért küzdenek, melyhez nagy segítséget jelent a mostani adomány. A jótékonysági előadásra november 23-án este került sor a Szent Család Lébánián. A Kecskemét City Ballet által előadott produkció koreográfusa, Barta Dóra harangozó Gyula Díjas magyar táncművész, koreográfus, érdemes művész, a balett együttes vezetője volt.